20. évfordulóját ünnepelte a Tamási Pándlika Néptánc Együttes. A két évtizedes jubileumra egy gálaműsorral készültek. A régi szokások felelevenítése mellett a közösségépítés, a generációk közti együttműködés erősítése, az együvé tartozás érzése a csoport legfőbb mozgatórugója, mondta a hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány elnöke. Az elmúlt egy-két év új műsoraiból válogattak a gyerekek és a művészeti vezető erre a gálaműsorra. Ezen kívül hívtunk meg vendégeket, a Tehetség Táncműhely Paksi tagozatát, valamint a Sárpirisi Gerlice Madár Néptánc Egyesület is a vendégünk lesz, így közösen adnak elő egy szép ünnepi műsort. A Pántlika Néptánc Együttes működését a Tamási Művelődési Központ biztosítja a hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány támogatásával. A folyamatosan jó színvonalú munkát pályázatok útján Tamási Város Önkormányzata, a Csóri Sándor Program és a Nemzeti Együttműködési Alap is támogatja. A csoport egy egész éves programsorozattal készült, melynek zárása volt a gálaműsor, mondta Berkesné Imre Erika. Az évfordulótól különleges, erre az évre egy programsorozatot állítottunk össze. Ennek az utolsó eseménye lesz már ez a gálaműsor. Előtte több rendezvényünk is volt, volt népviseletes bál, népviseletes bemutató, volt fotókiállításunk, ami a múlt héten nyílt, és most zárjuk ezt a sorozatot ezzel a gálaműsorral. A település számára nagy büszkeség az együttes, amely az évek során számos arany minősítést és külön díjat is szerzett már. Két éve kaptuk meg a Tamási Város Közösségért elismerő címet. Abban az évben alapította meg ezt az önkormányzat, és elsőként a Néptánc Együttest tartották érdemesnek arra, hogy megkapja, és most szeptember 1-én pedig a megyei önkormányzat Babits Mihály díját kapta meg az együttes, úgyhogy munkánkkal azért igyekszünk maradandót alkotni és példát mutatni. A különböző korcsoportokban táncoló gyerekek és felnőttek, a rendszeres próbák, az együtt töltött idő és a sok fellépés alatt összetartó baráti közösségé kovácsolódtak. Az együttes számára természetes, hogy a különböző korosztályok együtt táncolnak, több műsorszámuk is ebben a formában készült, ami az ünnepi műsorban sem volt másképp, hiszen fiatalok és idősek is egyaránt felléptek. Az együttes már sok jelentős állomáson túl van, azonban a jubileumi műsor kifejezetten különleges volt számukra, mondta Krizsány Kata, a csoport tagja. Jelentősebb fellépéseink rengeteget voltunk, például Szekszárdon a születi felvonuláson, voltunk Déli Kapu Fesztiválon is, hogyha jól emlékszem, illetve hát rengeteg minősítőn, rengeteg arany és kiváló arany minősítést szedett össze az együttes, voltunk szólótánc fesztiválokon is, szintén nagyon jó eredményekkel. Ezek voltak talán a legjelentősebb pillanatok szakmailag, és személyesen pedig az ilyen különböző csapatépítő alkalmak, például erdélyi kirándulások, vagy amikor az ország északi részén voltunk kirándulni, hasonlóak. A fellépők különböző tájegységek táncait adták elő. Az este a pántlikai néptáncosok kamara csoportja és a Sárpilisi Gerlice Madár Hagyományőrző Egyesület előadásával indult, amit a Pozsonyi Sétatéren című dal követett a fiatal Cserbóka csoport produkciójában. Minden műsorban nyilvánvalóan minden tájegységnek különböző a viselete. Rajtam egy sárközi viselet látható, mivel ez lesz az első tánc, nem az egész együttes táncolja, hanem a régebbiek, akik régóta itt vannak. Ez volt talán az első vidék, vagy első területnek a tánca, amit megtanultunk. Van még néhány az együttes tagjai közül, akiken ez látható, a többieken szilágysági viselet látható, az lesz a következő tánc, és hát folyamatosan fogunk átöltözni, tehát. A viseletnek különben az a jelentősége, hogy ezt nekem a nagymamám készítette, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá. A gálaműsorban a Csurgó zenekar szolgáltatta a talpalávalót. Az ünnepi est fináléval zárult.